Sziasztok! Itt állok most Szene Ferenc Solmász barátommal ismételten. Ezúttal most a Békéscsebei repülőtéren vagyunk, és ma Vándorsolmot fogunk ugye repíteni. Mit lehet róla tudni nagyjából? Sziasztok! Röviden. Hát a Vándorsolyomról annyit lehet tudni, hogy ugye a solymászmadarak közül a héja a legnépszerűbb solymászmadár, de a solymászatra használható solymok közül pedig a Vándorsolyom a legnépszerűbb solymászmadár Magyarországon. Aha, és mit szokott ő enni egyébként kint a természetben, mivel? A természetben jellemzően madarakra vadászik, ilyen galamb méretűeket általában, illetve hát rigó méret is úgy szerepel az étlapján, illetve hát a kisebb rácsálókat is elfogyaszt, de jellemzően levegőbe zsákmányol a sólyom. Ja, hogy onnan rácsap, vagy mit szokott ő csinálni? Hát a sólyom az általában fölé köröz a prédájának, és összezárt szárnyakkal óriási sebességgel rázuhan, és úgy zsákmányolja. És akkor azért kellett erre a nagy területre kijöjjünk, mert hogy őt akkor nem lehet szabadon, vagy ilyen erdőségbe röpíteni, mint a héját? Igen, a sólyomok repítéséhez nagy kiterjedési füves, nyílt pusztára van szükség. Az ő röp stílusa ezt igényli. És amúgy mennyire van elterjedve ez a vándorsolyom itt Magyarországon? Milyen számban vannak jelen nagyjából? Hát nem nagyon van elterjedve, tehát ez abból is adódik, hogy ő inkább hegyvidéki előfordulású faj, tehát itt az Alföldön. Ilyenkor télen megjelennek északról vonuló példányok, de ő sziklafalakon, hegyvidéken fészkel. Hát Magyarországról ki is pusztult, nem is olyan túl régen a vándorsolyom. Igen, a DDT nevezetű rovarirtó szert, ahogy betiltották, utána azért ugrásszerűen megnőttek Magyarországon a ragadozó madaraink száma. Többek között a vándorsolyom is visszatelepült a környező országokból, Szlovákiából, illetve Erdélyből. Jó, na hát nézzük meg akkor a kis solyunkánkat. Jó, napi rutin repítés lesz. Hello, ő a solyom? Igen, igen. Azt a milyen kis picike, élőben még nem is láttam ilyen. Ezek ilyen picik szoktak lenni? Hát ekkorák a solymok általában olyan, a hímek 6-700 g-osak, a tojók pedig egyharmaddal nagyobbak. És akkor a szállítása neki ez így működik, így szabadon szokott lenni, nem úgy, mint a héna, hogy benne van a dobozba? Hát az alacsony röptű solymászmadarainkat általában ilyen solymászmadár szállító ládába szállítjuk, a solymok pedig hát nem pont ilyenen, ő most itt a láda tetején egy műtűzön ücsörög, ide van rögzítve. Solymokat általában sapka alatt szállítjuk egy kis solyom ülőként. És rátesszük a solyomkára is a jeladót, ugyanúgy, mint a erdőben héjára, igen. És igaz az, hogy ugye olvastam róla, mert kicsit készültem. Azt jó tetted. Hogy tényleg ő a világ leggyorsabb madara? Jó van. Igen, a vándorsolyom a föld leggyorsabb állata, nem csak a leggyorsabb madara. Az összes állat közül ő a leggyorsabb. Olvastam, hogy 300 km/h is gyorsabban tud repülni. Igen, és ez a zuhanó sebességére értendő természetesen, összezárt szárnyakkal, amikor igen, valami németeknél, vagy való volt, azt hiszem, hogy ilyen 389 km/h volt, azt hiszem, a leggyorsabb, amit így valahol bemértek. Igen, igen, német folyamász kollégák mértek, közel 400-al zuhanó vándorsolyomot. Megcsináltak azt hiszem olyan kutatást is, hogy olvastam a kutatásról, hogy állítólag, hogyha tökéletes adottságokkal rendelkező madár egy tökéletes környezetben zuhanna alacsony röpéből, akkor az nagyjából 400 km/h tudna, viszont hogyha magasabban, mit tudom, ugye magasból zuhanna, akkor elméletileg 600 km/h-val is tudna. Ez most szerinted ez mennyire reális? Hát ez reális lehet, ő testileg erre képes. A tüdejük az, hogy nem robban szét, mert az elég gyorsan beáramul ilyenkor a levegő. Hát solyomka azért képes ezt az óriási légnyomást is elviselni, mert az ő orrnyílása úgy lett kiképezve, hogy középen egy ilyen kúp található, mint a egyes vadászgépeknek a beülő nyílásánál. Ja, igen, hogy így akkor ez megakadályozza egy kicsit a levegőnek az egyenesen való bementé. Na jó, na nézzük meg, hogy mit tud a kis solymunk. Adrika leellenőrzi, hogy működik-e a vevő. Működik? Mindjárt mondom neked, hogy ez melyik. Ez négyes. Oké. Okay. Na hát akkor látom a medvé. És akkor kicsit elrébb jövünk. És akkor itt már engedít is? Itt engedem is. A pórászt azt már levettem róla. Most a forgókarikát veszem le a madárka lábáról. Ezekkel nem szabad elengedni, mert ezzel felakadnának. Aha. Faágakra vagy egyéb épületelemekre. A vadászbéklyóktól is megfosztom a madárkát. Kicsit szerencsés ez a szél, mert ő jobban szeret szélbe repülni. Igen? Igen. Ő egy nagyon szelíd solyunk, mert nagyon sokszor ide az autóra száll, vagy mellénk. Vadászbéklyót most nem is teszünk rá. Annyira szelíd a madár, nagyon könnyű kézre venni, illetve
Sokszor a vadászbékjó miatt üldözik egyéb ragadozó madarak a levegőben, mert azt hiszik, hogy valami cipel a madár. Ja, értem, és meg akarják szerezni tőle. Igen, aha. Igen. Na, és akkor most el fog repülni? Igen, szembe egy kicsit így, látod? Jó, de gyorsan repül. Itt jön. Hello. Azt a mindenit. Valóban gyorsan repül. Követhetetlen. És így köröz? Igen, az ember körül köröz. Hát valahogy elsétálunk a reptér túlsó végéig, és akkor ő folyamatosan a fejünk fölött köröz. A solymok repítéséhez hozzátartozik egy ilyen kis solymászati segédeszköz. Ez úgynevezett tollbábú. Hát ez egy csupasz változata. Van olyan tollbábú is, ami tollas természetesen. Általában fácán vagy kacsatolla szokták a készítők ezt legyártani. Erre egy jutalomfalat van rögzítve, ebben az esetben egy galambcomb. És hát egy ilyen patkó alakú, igazából ilyen madárszárnyat imitál. Tartozik hozzá egy viszonylag rövid zsinór, amin keresztül meg fogom tudni pörgetni. A zsák nem minden esetben van a végén, hát itt most azért van egy kavicsal megtömött kis bőrtarisznya a végén, hogy ne tudja elvinni, igen, mert ez a madárka elég cipelős, tehát ő szereti a zsákmányát arrébb vinni messzire, és ez nem minden esetben szerencsés. De lehetett volna a bábút is olyan nehézre készíteni, hogy ne tudja elvinni a madár. Ezt a végén megkapja, hogyha szépen ügyesen repül. Hát itt most az a cél, hogy a madár minél magasabbra repüljön fel, és ezt a bábút is csak akkor szoktuk neki odaadni, mikor szépen fent van magasan is. Akkor fel tud repülni több száz méter magasra? Föl. Hát most nem fog fölmenni, mert hogy itt pörgetem a bábút. Aha. De attól függetlenül akkor kapja meg, amikor ugye magasabbról zuhan a bábúért. Azt a minden itt, de gyors. Te aztán suhansz a levegőbe? Nagyon durván gyors. Hát ez még annyira nem is, mikor igazán nagy magasságból tényleg felgyorsulva, csak úgy süvít, nagyon hangos hangja van, érdekes. Jó! Azt hittem, hogy nekem jön. Szépen magasít a madárka. Vércséghez is el szokott menni, kicsit játszadozik velük. De akkor ő nem szokott így elmenni, ő visszajön a gazdához. Visszajön. Ritkán elmegy ilyen galambcsapat után, eltűnik a szem elől, de egy pár perc után azt látjuk, hogy itt ül a kocsink tetején. Tehát ő mindig visszajön hozzánk, még soha nem kellett keresni. Őt is napi szinten meg kell repíteni, meg legyen a napi mozgása. Hát akkor sok időt kell velük foglalkozni. Persze, elég időigényes ez a solymászat, főleg, hogyha több madarat is repítesz. Legalább egy fél nap el szokott menni a madarak repítésével. És ez minden nap? Minden nap. Ah, nagyon jó. Ha kihagysz egy napot, az már a következő nap munkáján meglátszik. Így negatív irányba. Hát igen, erre születni kell, hogy valaki solymász legyen. Hát, nagyon kell szeretni ezt a dolgot, biztos. Mert anélkül ez nem működik. Az biztos. Ez nem elhatározás kérdése. Igen, nem egyszerű kamerával ezt így lekövetni, olyan picike ráadásul, hogy még látni is alig látom sokszor. Igen, de a testéhez képest elég nagy a szárnyfesz távolsága. Azt. És mennyit repül ilyenkor? Hát ez a munkájától függ. Amikor nagyon szépen csinálja, akkor viszonylag hamar megkapja. De ilyenkor ő szórakozik? Vagy ez számára mit jelent ez a repülés? Őt is több cél is motiválhatja. Ugye, hát megtornáztatja az izmait. Aha. Illetve ugye leginkább a tollbábún lévő jutalomfalat motiválja. Azért van itt körülöttünk. De néha kíváncsiságból a légtérbe tartózkodó többi ragadozó madarat is meglátogatja. Nem szokta őket üldözni, vagy valami? Tessék? Nem balhézik össze velük? Igazi kontaktus még nem volt, tehát úgy csak nagyon közel megy, elriasztja őket. Uh-huh. A többi madár azért tart tőlük, mert vándorsolymokat azért tisztelik, még a sasok is. Aha, gyorsaságuk miatt. Igen, igen. Azt a mindenit. Jó, most már elég sokat repül, csak azt várom, hogy valami kis magassága legyen. Mert ezt több magától, vagy ezt utasításra megy fel magasba? Hát nem utasításra. Ezt te úgy tudod ösztönözni, hogy mindig akkor adod oda neki a jutalmat, amikor olyat csinált, amit szeretnél. Aha.
Hú, azt a mindenit. Szárnyal, ezerrel, meg hát többen. Most alacsonyan közelít, ilyenkor nem kapja meg. Na most odaadom neki. Aha. Oda is mehetünk, akkor megszerezte a zsákmányt. Gyere, még el, gyorsan, hogy el ne fogyassza rajta a falatot. Na, szia. Táplálkozó? Jó, az igen. Ízlik? És akkor eznek a jutalomfalatja. Igen. Hát ő most egy galambcombot fogyasztott el arról a tolbábúról, ez el is fogyott, és akkor ilyenkor még a többi részt kesztyűről felkínáljuk neki. Aha. Na? Kicsit még birkózik vele, játszik vele. Finom volt? És mindjárt tovább repül, vagy mit csinál ilyenkor? Ja, beleakadt a lába az izébe. Á, nem, csak ja, cipeli. Ja, van, hogy úgy száll a kezemre, hogy hozza a bábút is. Ja, igen? Ragaszkodik hozzá, igen. Értem. Hát te nagyon jó pofa egy állat vagy. Igen. És akkor felhívom a kezemre. Szögdelve közel, igen. De jó pofa. Hát ez a kis indián szögdelés, ez aranyos, de... Hát ez nagyon jó pofa egy állat. És akkor itt fogyassza rajta a falatot. És hogyha szeretnél, te is kézre hívhatod. Kipróbálod? Kipróbáltam. Jó. Adrian ad neked egy kesztyűt. De nagyon aranyos vagy. Azt a mindenedet. És így táplálkozol. Aha. És akkor visszatesszük ide a bábúra. Hoppá. Vagy ahova akar. És, a, és így akkor... a kutya ilyen jó haverba van ja, bele? Ja, persze. Hát az alapkövetelmény, hogy... Kutya madár viszonya nagyon jó legyen. Aha, akkor ő nem tekint rá semmilyen zsákmány állatként vagy. Nem. Hát sokszor van olyan, hogy a... például, hogyha egy héjával fogatunk egy fácánt, kutya hamarabb odaér a fácánhoz, meg a héjához, mint mi. Aha. És mondjuk, hogyha egy folyó túloldalán van ez a zsákmányolás, akkor ugye elég sok idő, még megkeressük a hidat, átmegyünk. Addig a madár előfordulhat, hogy már majdnem jól lakik a zsákmányból, úgy mondjuk, hogy bebegye, jó sokat evett, és sokszor megfigyeltük már, hogy egy-egy falatot adott a kutyának, aki ott ül, vagy ott fekszik mellette, és ilyen gyakorlatilag kuncsorog a madártól. Tehát ő nem nyúl a húshoz, de amit a madár ad a szájába, azt elfogadja. Nagyon jó indulatú. Uh-huh. Másik kezed. Ja. Ja, bal kézre kell hívni? Mutasd a húst. Ja, és így kell majd? Igen. És hol a hús? Itt lesz, így tartsd a kezedet, és így. Jó. Jöhet, Tomi? Jöhet. Na nézzük. Ja, Isten, le ne tépje a kezemet. Na. Nem akart. Fütyüljek neki? Igen, így. Oké. Okay. Yeah. Mindjárt hallja. Mert még eszik. Mutasd meg. Jaj! Jó van. Hát te nagyon ügyes vagy. Egyem az uzádat. Nagyon jó pofa állat vagy. Megeszed? Edd, meg ott van a szád szélén, igen, neked mondom. Neked, ott van, úgy, nagyon ügyes vagy. Jó pofa egy állat. Jó, most már akkor visszaszerszámozzuk, mert elég sokat repült a sólyunkka. Egy ilyen hajlított küllőből csináljuk általában ezt a szerszámoknak a tartóját. Levesszük a fonott békjót, átfűzzük a ringlis békjón, szorosan tartjuk. Egyik fönött békjút már rátettem, ráteszem a másikat is, közben ő csemegéz a húsból. Ja, hogy akkor még azt neki húst? Persze, hát az... Mert amúgy nem akarna egy helyben maradni? Vagy? Amúgy lehet, hogy ő még repülni szeretne, vagy... Aha. És akkor... Értem. Rátesszük a forgókarikát. Ez azért kell, hogy ne csavarodjon fel a zsinórja. És akkor, hogyha ez rajta van, akkor a pórázt is ráhelyezzük. Mint egy kutya póráz. Igen. És akkor ezt a kezedhez rögzített, hogy ezt ne tudjon... Ez kesztyűhöz, igen. Vagyis a kesztyűhöz. Aha. Igen. És a szélirány miatt is befordul a madár ilyenkor, így hátulról fúj a szél. Aha. Ez a kis 600 g-os madár képes egy vadlibát is akár. Vadlibát? Elejteni. Ja, igen. De a karmát gondolom belemélyeztés úgy vagy? Nem, hogy... ő nagy sebességgel megrúgja. Fejbe rúgja, vagy testen rúgja. Amikor zsákmány ájultan, vagy holtan a földre hull,
Most olyan pedig, hogy tompítsa ezt az óriási sebességét, egy ilyen parabola alakzatba visszamagasít, ha lecsökkent a sebesség, akkor nagy magabiztossággal szépen lassan ráköröz a talajon heverő zsákmányára. Na hát, szuper. Tehát ők nagyon, nagyon ügyes légivadászok, hímvándorsó. Jó, őt is galambhússal jutalmazzuk. Aha. Na hát, mint láttátok, ilyen volt egy sólyom reptetése. Nagyon gyorsan repült, itt egy kamerával így lehetett követni. Most mennyi, milyen magasságban ment itt fel nagyjából egyébként? 100 méteren volt körülbelül, mert nem igazából kamerán keresztül. Hát amikor a bábú körül körözött, akkor nem volt. Nem? Olyan 30-on volt, de amikor elment messzire, akkor volt fent 150-en is. És akkor ők olyan 300 méterig is fel tudnak nagyjából menni. Hogyha 5-600-ra is képes. Igen? Na. Sőt, na mindegy, remélem, hogy tetszett nektek, hogy hogy is néz ki egy ilyen reptetés, úgyhogy hamarosan majd jelentkezek más tartalommal is lehetek. Jó? Sziasztok! Sziasztok! Ezt fotózz már le, Andrika! Na hát most az a helyzet, hogy ide a fejemre szállt a madaracska. Hello! Na mit csinálsz itt a fejemre? Egy óvatlan pillanatban felszállt a fejemre. Itt van rajtam. Hát nagyon jó, remélem, hogy a körmödet nem fogod majd belém nyomni. Hát ez szenzációs. Nagyon jó, erre azért nem számítottam, hogy ez így lesz. Szervusz madár, jó vagy ott fent? Tök jól érzed magad? Na jó, van, szerintem menj a gazdádhoz. Megpróbáljuk lecsalni. Ilyet fejemre száll, miközben állítottam a mikroportot. Na. A száját. Gyere, sólyomka. Nagyon aranyos volt a sólyom. Te mit csinálsz ott a kocsimon? Rászállt a kocsimra, hát nem hiszem el. Hát szevasz. Jó ott neked? Te szenzációs madár vagy. Jó, van, csak lekamerázlak. Tehát komolyan mondom, te hihetetlen madár vagy. Igen, rólad beszélek, neked mondom. Te rászállsz a fejemre, aztán rászállsz a kocsimra. Ha itt lenne a biciklim, még arra is rászállnál, mi? Neki mi a neve amúgy? Sólyomka. Sólyomka. Hát nagyon találó neved van. Na, gyere. Amennyiben szeretnétek, hogy minél több filmet készítsünk, akkor támogassátok alapítványunkat adótok 1%-ával, vagy vásároljatok Vadkalandcsatorna tagságot. Köszönjük, hogy támogattok minket!